Üdvözlünk mindenkit! Szalai Miklós kollégámmal a Kaposvári Ripple-Rónai Művészeti Kar Bauhaus anyagát bemutató kiállításon vezetnénk most végig a nézőket, hallgatókat. Ez a kiállítás, amelynek a címe Bauhaus Up, diákmunkákat mutat be, amelyeket a művészeti karnak a fotós, látványtervező, mozgóképes, festő, grafikus hallgatói, tehát gyakorlatilag majdnem, több mint 110 hallgató, majdnem az egész művészeti kar, majdnem minden osztály, minden csoport dolgozott ezen. És a 2018-19-es tanévben volt egy nagy pályázat, amelyet elnyertünk, és akkor ez segített minket hozzá, hogy egy nagy programot, egy ilyen egész éves programot vigyünk végig a tanév során Kaposváron. Az első fél év az inkább az előkészítés ideje volt, és egy előadássorozat, valamint, hát, hogy mégiscsak jól induljon az egész. A Bauhaus híres, mint minden művészeti iskolában, a Bauhausban is híresek voltak a bulik és az estélyek. Különböző tematikus estéket szerveztek, zenéltek, táncoltak, kosztümöket készítettek el, és mi is megidéztünk néhány ilyen lámpás est, ami ma már ilyen ledfényes estbe torkollott meg előadás sorozattal. És aztán a második fél évben kezdődött az igazán a munka nagy része, aminek egy válogatását lehet most itt a fúgában látni az alsó nagy térben. A fúga tere az pont nagyon-nagyon jól jött ahhoz ki, hogy tényleg egy nagy válogatást tudjunk bemutatni, ahol fotótól a monitorokon látható videók vagy performanszoknak a dokumentációi, grafikai munkák, printek, plakátok és gifek egyaránt megmutatkozzanak. A lényege az volt ennek a programnak, hogy több mint 15 tanárral különböző feladatokat adtunk ki a diákoknak, és néhány diáknak szerencsére, vagy nem, de májusra már egy kicsit elege is lett a Bauhausból, mert hiszen három tanárnál három nagyon különböző módszerrel különféle feladatokat oldottak meg a Bauhausból, tehát tiszta profik lettek belőle. És a 100 éves Bauhausnak egyrészt lényeges volt, hogy megidézzük egy kicsit a hangulatát, felidézzük az ott tanító mesterek, az ott tanult diákoknak a akkori vagy későbbi munkáit, ugye a nagyok, Gropius vagy Moholy nagy munkáit. Ez még sokszor elő fog jönni ugye az ilyen különböző diákfeldolgozások, parafrázisok során. Tehát egyrészt az volt a lényeg, hogy egy kicsit beleéljük magunkat, hogy milyen lehetett a Bauhaus idején, és a Bauhausos munkákat megértsük, és természetesen miután ezt körülbelül 20 éves mai diákok, mai fiatalok készítették, tehát mindig egy nagyon mai 21. századi verziót, átírást kaptunk, hát ami meg az egésznek a lényege. Miért a Bauhaus? Még erről néhány mondatot. Ugye minden évben, minden fél évben, minden hónapban tucatnyi évforduló van, és éppen valaki 100 éve megszületett, vagy meghalt, vagy 500 éve kihirdették, vagy 600 éve megszűnt. Tehát lehetne sok mindent ünnepelni. A Bauhaus, azt mégis úgy gondoltuk, hogy azért fontos 19-ben, ugye a 100 éves évforduló évében így megemlékezni, így hosszabban, mélyebben megemlékezni róla, mert a mai, mindenképpen a 20. században elterjedt, de még a mai napig is a művészeti iskolák fogalma, a működése, a munkamódszer, a projektalapúság, a műhelyekben dolgozás, ez a mérnök és művész egyben, tehát meg is tudom csinálni, műhelyekben is dolgozom, és álmodozó és művész is vagyok egyszerre. Tehát annyi minden köszönhető a Bauhausnak, hogy pont egy művészeti karon, egy művészeti iskolában ez egy lényeges kérdés, amit így fel lehet tenni, hiszen a diákok eddig valószínűleg nem is realizálták, hogy például egy szintan feladat elvégzésekor egy az egybe Johannes Itten vagy Paul Klee feladatait oldják meg. Mindenkit üdvözlök, Szalai Miklós vagyok, szintén a Kaposvári Egyetem tanára. A Bauhaussal kapcsolatban lenne néhány alapvető megjegyzésem. Ez a könyv a 20. századi dizájnról szól, és amint látható valamennyire, hát vonatkozik a Bauhaus a 20. századra. Én most ugye azokat a részeket vettem elő ebből a könyvből, amelyek érintik vagy előfutárai, vagy utófutárai ennek a mozgalomnak. Először egy
fotós szekcióhoz kalauzolnám kedves nézőinket. A Fotó BA szak Károly Sándor Áron vezetésével különböző Bauhaus fotográfia interpretációkat készített. Ezek az interpretációk egy 1985-ben kiadott könyvből származnak, ami az újra élése volt a hallgatók számára azoknak a nagyon alapvető, nagyon primér technikáknak, amik egyébként ma már akár SNAS-nak is számíthatnának. Ilyen szempontból egyrészt érezhetünk egy iszonyatos komolyságot is, a Bauhaus tiszteletét, másrészt pedig érezhetünk egy iróniát. Például rögtön itt az első képen láthatunk egy nagyon egyszerű mértani formát, ugye egy épületet, amin hát azt feltételezhetjük, mivel ugye a montázs eszközét használta a hallgató, hogy minthogyha egy, nem tudom, hatalmas akváriumban lennénk, vagy hát az lenne belül, vagy pedig a valóság az több metszeten át sejlene, vagy ez egy hatalmas LED fal lenne. A következő technika, ami érdekes lehet itt, az a szolarizáció. Gondolom, hogy aki fotót nagyított, már ismeri a villany kapcsolgatásának ezt a nagy, nem tudom, lehetőségét, hogy hát ilyen szolarizációs görbékkel lehet variálni. Itt a következő kettő képen két átiratot láthatunk. Az egyik az Herbert Bayernak egy híres képéről származik. Ugye itt először éppen egy narancsot láthatunk, ami voltak éppen egy hungarocell dekorgolyó, és akkor ugye ezt a kis kikacsintást is érezhetjük, hogy az expandált polisztirol hab az mennyire Bauhausos dolog, illetve hogy valakinek, hogyha ananászból van a feje, miközben ugye azt a pozíciót láthatjuk, amit Herbert Bayer a fotográfiáján egy kirakati bábúval, montázzsal oldott meg, tehát itt a montázs megint szóba jön, és hogyha itt a következő részeket nézzük, akkor pedig azt figyelhetjük meg, hogy milyen az, amikor olyan kompozíciókat készítünk, amelyek hangulatukban, mértaniságukban emlékeztetnek a Bauhausra. A Bauhausról egyébként hát valószínű, hogy sokaknak a hűvösség juthat eszébe. Az, hogy valami így hűvös, ez azt is jelenti, hogy azt is jelentheti, hogy sivár. Például egy lakótelep az vagy azt mondjuk, hogy hűvös, vagy azt, hogy rettenetesen sivár. Itt ez tulajdonképpen egy ironizálást is jelenthet. Ezzel a résszel akkor itt befejeznénk a fotó elemzést. Vagy ha nem, akkor itt a legvégén egy kis kiszólás formájában azért még lenne egy mondatom, hogy a Bauhaus utóélete az, amikor a Bauhaus úgy hát kel föl, mint valami zombi az álmából, akkor lehet, hogy a társadalmi tudatosság fogalmát az hozzá lehet ehhez vegyíteni, tehát a Bauhausban volt egy erős ilyen szocialista, utopisztikus hát feeling, és azért most pedig igazából az van, hogy a fogyasztói társadalomnak a kritikáját szokták a diákok elsősorban felvállalni, nem ezt a mértaniságot. Tehát például mondjuk egy alufólia, az amint antropomorfizálódik, voltak éppen saját magát csúfolja meg, és ez a furcsa megcsúfoltság, tehát ez, hogy lenyomat, társadalmi lenyomat, a fémnek a tisztasága, ami próbál alkalmazkodni az emberhez. Tehát, hogy ezek az egyszerű gondolatok benne vannak mind ebben a fajta felfogásban.
Ugyanígy egy nylonfólia, ami vagy nyomot hagy, vagy nem hagy nyomot, esetleg a hullazsák eszébe juthat valakinek, tehát hogy valami, ami nagyon nem passzol hozzánk. A következő az a kő, tehát a kő az ugye egy természetes dolog, de ez most itt egy ilyen sziszifosz áthallást is jelenthet. Megint a következő képen ugye egy négyzetet, egy geometrikus forma van, ami voltak éppen a természetben nem fordul elő ilyen értelemben, ilyen módon, és inkább azt akarjuk, hogy ezt innen elvigyük, felszedjük, mert ez minket zavar, mert hogy mi voltak éppen mégiscsak a természettel vagyunk, tehát hogy szint kell vallanunk, most szeretjük ezt a nézetet, vagy utáljuk ezt a nézetet. A következő pedig mondjuk a szivacs, hát mindenki tudja, hogy a mai fiatalok azok már nem az atomkor, hanem a purhab gyermekei, ez mondjuk éppen nem purhab, hanem polisztirolból készült a szivacs. Mire emlékeztet mondjuk szalonnára, mi jut erről az egészről eszünkbe? Valami olyan dolog, ami azért lehet, hogy mégiscsak geil vagy undorító. Tehát, hogy ha Bauhaus tovább él, akkor nem biztos, hogy annyira jó pofa, jó fej, de azért nem kell félni, nem sokára fogok beszélni olyan dolgokról is, ami ennél kedvesebb színben fogja feltüntetni. A következő szekció az a képgrafikusoké. Először itt láthatunk papírmetszeteket, ez a Bauhausos korszakban annó, tehát ugye 1920-ban is népszerű technika volt. Tulajdonképpen a legsnasszabb dolog, hogy valaki papírokat hajtogat, majd lenyomtatja. Ha ezt a nyomtatást így végignézzük, akkor az is eszünkbe juthat, hogy olyasmi ez, mint hogy a tervrajz lenne. Lenyomtatni bármit lehet, tehát például egy darab húst is fel tudok festékezni, az ujjamat ugye fel tudom festékezni, és az egy új lenyomat. Ez a primér nyomhagyás, ez is egy olyasmi, mint hogyha egy ilyen nulla pont lenne. Tehát, hogy egészen addig azért a grafika az nagyon sok iszonyú bonyolult dolgot képes volt megvalósítani. Színes litográfia 8 színben, meg ilyesmi, és akkor utána mondjuk jön egy olyan stílus, hogy csak fogok egy újságpapírt és összehajtogatom, akkor azért ez egy eléggé fura dolog. Itt pedig ugye a Bauhausnak a logójával való játékot láthatjuk. Mai fejjel, vagy mai ésszel én bevallom becsületesen, hogy ez a logó nekem nem tetszik, soha nem is tetszett. Van benne valami bénán aranytalan, túl vannak vékonyítva a vonalak benne. Azt a fajta szomorúságot, vagy hűvösséget, vagy kicsit erőltetett, manifestszerű csinálást juttatja eszembe, mint amit például a Városmajori templom, vagy éppen a Pasaréti tér és a Pasaréti templom láttán érzek. A következő képünk az egy vérbeli grafika, egy igazi irónia. Legókat láthatunk, ugye a legó az mi? Az maga a modul. A Bauhaus hozta be a modul szemléletet. A modul szemlélet azt jelenti, hogy például ipari szempontokat is figyelembe vettünk, tehát hogyha valaki gyárt egy dolgot, akkor ugye ipari gyártási szempontok figyelembevételével optimalizálhatja a gyártást, és ezért olcsóbbak lesznek a dolgok. Miért jó ez? Hát akkor kezdjük el ezt az eszmefuttatást. A 19. században volt az esztétikai mozgalom, aztán utána volt az Arts and Crafts Movement, aminek William Morris volt a fő alakja, de ő egy ilyen délibábos, utópikus, szocialista ember volt, aki igazából abba halt bele, hogy túl sokat dolgozott, és nem aludt eleget, úgyhogy mindenképpen mindenkinek ajánlom, hogy aludjon eleget, aludjátok ki magatokat. Az Arts and Crafts-ban ő arra gondolt, hogy az emberek állítsák elő saját maguk azokat, amik nekik kellenek, hogy ne a túldekorált silány ipari, hát most persze nekünk nagyon furcsa hangzik, hogy 19. században milyen lehetett ez az ipari termelés, de volt ipari termelés, és volt ilyen silány termelés, hogy ne ez legyen, hanem legyen valami míves. Egyébként is volt az emberekben valamiféle ilyen visszatérési hajlam, hogy menjünk vissza a prerafaelitákig. De tulajdonképpen ezt a dolgot még nem sikerült igazán jól összehozni.
A munkás mozgalom még hát nagyon ilyen baby báb állapotában volt. Később pedig hát valóban volt egy olyan, hát már közvetlen előzménye a Bauhausnak, amikor például Walter Gropius már korábban is meg akarta ezt alapítani, csak közben jött a világháború, és hát ezért eddig kellett várni 1919-ig, hogy ezt megcsinálja. És akkor például mondjuk ilyeneket is elmondhatok, hogy milyen lehetett az az érzés, amikor egy ilyen ember, mint Gropius, az saját maga tervezett egy épületet, és abba költöztette be az egész egyetemet, az egész diákságot. Tehát, hogy 19-ben megépült a, vagy hát létrejött a Bauhaus, és akkor 25-ben pedig ő úgy gondolt, hogy drága barátaim, drága fiaim, gyertek akkor az általam épített Bauhausos épületbe, hogyha már a Bauhausról van szó. Egy csomó minden van, ami ebben az időben szinte azonos pillanatban történt meg. Tehát a tanácsköztársaság, volt egy csomó olyan mozgalom, mint volt a Rietveld, Huszár Vilmos és a többiek által iniciált, szintén nagyon izgalmas The Style. 1920-ban jött létre például a Dodekafónia Schönberggel. Ezek érdekes módon nagyon egybe esnek. Itt vagy mondjuk Coco Chanel mikor hagyatta abba, hogy úgy mondjam divadiktátorként ezt a szokásos női idol dolgot, és jött a deszkanők esztétikája. Szintén ugye 1920 körül volt. Ezen a képen pedig, hogy ide visszatérünk a nagy előzmények után, azt láthatjuk, hogy valaki iszonyatos műgonddal végig rajzol őszintén és elcseszett módon, de idézőjelben elcseszett módon egy ilyen kis kupasz legót, amiről szerintem valószínű nekünk inkább az jut eszünkbe, hogy milyen rossz lehet rálépni. Itt a felső képen szinte érezzük ezeket az apró őszinte elrajzoltságokat is. Hideg tűvel készült ez a dolog. A hideg tű az egy nagyon igényes dolog. Csík Dominik az alkotója, egyébként ennek a műnek. Ezt közvetlenül a rézlapra karcolta föl. A hideg tű szépsége, lehetőségei 1500-szor több mindent is tudnának, mint azt, hogy valaki fog egy kupasz legót és ezt így megcsinálja. Tehát ebben legalábbis én úgy érzem, hogy van némi irónia, tehát hogy ezt nektek Bauhausosok, vagy ezt nektek hidegtű, ezt nem tudom, hogy kinek, kifelé, tehát hogy ki kit ironizál. Egyébként, hogy visszatérjünk a Bauhausnak az alapjaihoz, a 20. század eleje tipográfiában nagyon erős volt, a németeknek ez egy ilyen újjászületés lehetett, egy olyan igényes design vonal született meg, olyan könyvborítók, meg betűk, meg mindenféle ilyesmik, amikből aztán a 20. század végén mondjuk Kaliforniában nagyon sokat merített, például az Emigré stúdió, hogy csak egyet mondjak. Peter Behrens volt például az egyik ilyen nagy menő előfutár, aki építész is volt, és például az AEG logóját is megtervezte, de háromszor. Tehát több évenként csinált egy új AEG logót, és általában a németek az iniciálékból és a díszekből szépen lassan, lépésenként eljutottak oda, hogy mi az, hogy logó. Előtte nem volt ilyen, hogy logó, egyszerűen nem létezett ez a fogalom, védjegy volt, és a németek ezt valahogy föltalálták. Később ugye jött egy csomó olyan irányzat, ami direkt le kellett, hogy tisztítsa a sallangokat ezekről a dolgokról, amilyen logók legelőször születtek. Tehát ugye most a legelső bármilyen logó az nagyon cifra volt. Gondolhatunk mondjuk egy ilyen szecessziós hangulatú Fiat logóra, vagy tényleg bármire. De például mondjuk a Lufthansa logója 1918 óta, megint egy ilyen hülye dátum, ami nagyon a Bauhaushoz kötődik, tehát azóta tök ugyanúgy néz ki, tehát 0,1 mm-t változott. Ez is valami jó érzés. Ugyanúgy a Pelikán, ez a írószergyár, ez Hadánk nevű ember csinálta a logóját,
pici evolúción átment, de az a logó az nagyon rendben van. A futurizmus például egy ilyen nagyon érdekes dolog volt, hogy szintén így a salangokat levette a dolgokról, de ugye ez inkább egy olasz dolog volt. Az olaszok azok általában ilyen értelemben, hát a németek után kullognak, persze most itt jön egy olasz, akkor nem tudom, mit mondana rám. Viszont utána meg lehet, hogy jobban csinálják a dolgokat, ízlésesebben. Ekkor meg jön egy német, és ő is hát csúnyán nézne. Vissza ide a kézi nyomhagyásos képgrafikához. Ezen a munkán, ez Fazekas Rékának a linómetszete, azt a szintén egy ilyen akár ironizálásra is okot adó hangulatot láthatjuk, hogy milyen az, amikor csak egyenes formákat használunk. Milyen egy gyönyörű nő, én szerintem tele van lágy, finoman ívelt formákkal. Hogyan lehet megcsinálni egy gyönyörű nőt csupa nagyon egyenes formából? Hát így. A következőkben pedig néhány tipográfiai, hát mulattató ábrát fogok mutatni. Ezeket látványtervező hallgatók készítették. Az első ábra az Walter Gropius portréjának az átirata. Gropius volt a Bauhaus alapítója, akiről már az előbb beszéltem, és itt, mintha üvegcserepek szállonganának Gropius alakban egy nagyon furcsa dekonstrukcióját láthatjuk a mesternek. Nem azt az érzést hozza, amit egyébként egy szép, sokszögletű idomtól várnánk. Egyébként például erről jut eszembe Buckminster Fuller, aki meg egy jenki volt, tehát a folytatója volt ennek a Bauhausnak, csak Amerikában, és az áramvonal volt az ő mániája. Volt egy csepp alakú autó, egy rendes, szabályos esőcsepp alakú autó, nagyon jól néz ki, amikor mondjuk egy gyönyörű kalapban egy hölgy beszáll egy esőcseppbe, és ezt az autót Dimaxion Car-nak hívta, és volt is neki egy ilyen cége, Dimaxion Corporation, tehát hogy ő ilyen vállalkozás és nem tudom mi formájában csinált ezeket a dolgokat, és neki vannak például ilyen óriási kupolái, amelyeknek a feszített szerkezete az abszolút emlékeztet erre a fajta világra. De azért azt hogy itt láthatjuk, hogy ugye a távolságok azok össze-vissza vannak, vagyis ez inkább a szegény Gropiusnak a dekonstruálása. A következő kép, hogy itt most csak a lényegesebbeket mutassam meg, egy olyan kompozíció, ami az 1912-es London olimpiának a koncepciójára emlékeztet, ami abból indult ki, hogy nagyon sok vonalat húzgálunk össze-vissza, és a vonalak meccéspontján alakulnak ki betűk. Ha kialakul, akkor jó, ha nem, akkor meg hát sajnáljuk. Valamennyire talán el lehet olvasni, tehát logika és intuíció. Az egy nagyon furcsa és kellemetlen érzés, amikor maga a tanár se tudja, hogy vajon a diák mit írt oda, bár a diák akkor éppen elmondta. Azt hiszem, hogy ők úgy csinálhatták ezt, hogy egymásnak megmutogatták, és akkor, hogyha a másik már ki tudta találni, hogy miről van szó, akkor úgy gondolták, hogy ez jó. A következő mű az teljesen egyértelműen olyan formavilágot használ, amit az építészetben szokás használni, főleg a vasbeton szerkezetekben. Tehát ugye a Bauhaus az később, és akkor erről hát Molnár Farkason keresztül egy csomó építészen át lehetne mesélni, hogy milyen volt a Bauhaus, mint hát ilyen konstrukciós iskola. Tehát itt azt láthatjuk, hogy van nekünk ugye egy korongunk, és azt vagy egy hasábunk, ami ugye korong alapú, és ezt csonkoljuk le, ebből szedünk el dolgokat. Egyébként egy ilyen furcsa dolog az, hogy aztán Mies van der Rohe, aki a harmadik igazgatója volt a Bauhausnak, ő már abszolút luxus kategóriába helyezte, és építészeti fókuszba helyezte az iskolát,
És ő volt az egyik, aki a később létrejött mozgalomnak, vagy nem tudom minek mondjuk ezt, az International Style-nak volt az egyik vezéralakja. Tehát a gótika óta a második legérdekesebb dolog, ami nemzetközi volt az egész világon, vagy legalábbis Európán biztosan, az akkor a Bauhaus. Tehát a gótika volt egy ilyen export-import cucc, és a Bauhaus is egy ugyanilyen lett. Egyébként érdekes kérdés, hogy hol van a legtöbb Bauhaus épület? New Yorkban? Budapesten? Nem, Tel Avivban. Tehát, hogy amikor bizonyos okokból a túl liberális nézeteik miatt a Bauhausos tanárok és diákok szerte rebbentek a világba, akkor nagyon sokan Izraelbe, hát Amerikába is emigráltak, de Izraelbe is mentek, illetve mentek Svájcba, és ott részben, amiatt, hogy kialakult és erősödött a fasizmus, tulajdonképpen egy nagyon jó Swiss Design iskola alapult meg, olyan betűtípus, mint a Helvetica, az 1956-ban jött létre például Svájcban egy Miedinger nevű embertől, vagy a Universe ma is nagyon népszerű font Frutigertől. Ez az iskola egy csomó olyan objektív dolgot tudott magáénak, ami a Bauhausnak is a sajátja volt. Például a nagy fehér terek használata, vagy az, hogy objektív fotókat használunk, hogyha valamit ki akarunk fejezni, vagy mondjuk a svájci iskolának volt egy ilyen sajátossága az, hogy átlósan komponáljunk, mert az olyan izgi. Tehát, hogy a svájci iskola, hogyha nagyon jó lett volna a légkör Németországban, akkor nem lett volna olyan erős. Talán utoljára még ezt a Hullám egyenesben című művet mutatom meg, ami hát inkább gyerekkönyvbe való, főleg azért, mert hát a több színvariációból én ezt a dolgot tartottam a legérdekesebbnek. Ha már egyszer hülyék vagyunk, akkor legyünk teljesen hülyék. Talán az a 80-as évek New Wave-je is eszébe juthat bárkinek erről. Biztos ismeri bárki ezeket a csíkos nadrágokat, meg ilyen nagyon jópofa frizurákat, az Art of Noise zenéjét. Nagyjából ez a fajta magatartás a diákok részéről mutathatja azt, hogy ők is önkéntelenül az irónia felé hajoltak, tehát nem képesek többé komolyan venni a Bauhausnak azokat a nagyon szikár állításait, amiről itt korábban beszéltem. Ugye három fontos dolog volt, az ergonómia, ez a szocialista vagy szocialisztikus szemlélet, ezek hát meg az, hogy egyetlen egyenlőség van a tanárok és a diákok között. Tehát, hogy a diák beszól, vagy a tanár vallást alapít, mondjuk, mint Johannes Itten a Mazdanán tant megalapította. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek ma azt hiszem, hogy természetesek. Tehát, hogy a mi ereinkben ott lüktet a Bauhaus, és ezért nem kell nekünk külön, hát hogy mondjam, ezt hangsúlyozni. Ha hangsúlyozzuk, akkor ezt csak ironikusan tudjuk megtenni. Azt hiszem, hogy én itt hagyom abba, és adom át a szót Annának, aki folytatja az ironizálást vagy a komolykodást. Igen, már is eldöntöm. Én egy olyan részt szeretném folytatni, ami ugye említettem előbb, hogy két részből állt igazából ez a fajta munka, fél éves munka a tanárokkal és a diákokkal. Egyrészt beszéltünk az eredeti Bauhausról, eredeti Bauhausban született munkákról, az ottani mesterekről, művészekről, és másrészt voltak sokkal mai problematikára, ami azért a Bauhausra valamiféle összefüggésben volt, erről majd később. Kezdjük is rögtön egy elsőre igen Moholytól igen távol eső feladatra, ezt ifja Ficek Ferenc tanárúrral készítették a hallgatók. Egyszerűen a műteremben mindent használtak, fóliákat, írásvetítőt, projektort, és természetesen a saját tárgyaikat, de ezek a fehér makettek, ugye a szokásos elemei egy
egy tanteremnek, egy rajztanteremnek, és a saját tárgyaik, amivel itt ilyen különböző csendéleteket állítottak be, a fóliáknak, filtereknek, szűrőknek köszönhetően teljesen az eredeti jelentésüket elveszítették, és nyertek valamit, vagy így átalakultak. Ezek a printek után pedig jöjjön valami olyan, ami majdnem, hogy így ikonikus is lehetne, ami ikonikus jelentésű, vagy szimbolikus jelentésű is lehet a kiállításunkkal kapcsolatban. Halász Gábornak a munkája. Ugye ismerünk egy eredeti képet, ami szintén a Bauhausnak egy ilyen nagyon fontos fotográfiája. Breuer Marcel foteljében, ez a csővázas fotel, ugye, amit a biciklivázak ihlettek, és bútortervezői munkásságának egy ilyen alapköve. Középen egyébként a mestert látjuk, és ez a fotó, ahol pedig a nő a maszkkal ül, ugye hétköznapi ruhában, a adott kor 20-as évek divatjában, viszont ez a maszk, ez nagyon furcsán gépemberesíti, elveszíti a női mi voltát, tehát egy ilyen, akkoriban gyanítom, hogy nagyon furcsának, nagyon modernnek hatott, és aki egy ilyen nagyon modern székben ül. Egyszer össze is raktam a diákjaim számára, amikor erről beszélgettünk egy képet, hogy ez tudom én 1920-as év, és megfelelő ugyanabban az évben egy divatlapban, egy valamelyik nagy divatháznak a képén pedig egy hölgy ült egy majdnem, hogy ilyen 19. század végi, 20. század elejé buduárba, aranyozott, faragott, nem tudom milyen szék, bársonyjal bevont, és a kettő egy évben született, és valami hihetetlen távolság volt. Akkor is, ha nekünk egy ilyen környezet, egy ilyen visszafogottabb, üres tér, és a csővázas bútor, az már szinte ez van a közintézményekben, vagy egy korszakban nagyon jellemzően ez volt, és még mai napig ez így modernnek hat. De nem lepődünk meg különösebben. Gábor sem lepődött meg, hanem a maga szemtelen módján felkutatta, hogy Magyarországon hol vannak ilyen bizonyos utángyártott Braille-székek, és Pécset talált is egyet, majd készítettek róla egy portrét, és egyszerűen összemontázsolta magát a mesterrel és az ikonikus fotóval. És tulajdonképpen ez lehetne, mondom, ez fémjelezheti a kiállításunkat is, hogy beszélünk a Bauhausról, de közben azért hozzárakjuk azt, amit ma mi így gondolunk erről. Például a következő képen Bodorkós Máté, aki ugye ez a úgynevezett megvalósult Bauhaus szekció, hogy egyszerűen az építészetben hiába akartak ők valami nagyon szépet, nagyon nagyot, nagyon jót, amit azért így a II. Világháború után az úgynevezett modernista építészetben, ami megvalósult, hát az Békásmegyer, meg Kaposvárot is megfelelő lakótelep negyedek, és a belvárosban is számtalan épület volt, épületet találtak a hallgatók, amit azért nem tudtak a szép jelzővel illetni. Különösen, hogy annyira vitatott ez sok ilyen épületnek, annyira vitatott a jelentősége vagy a szerepe egyáltalán, hogy nagyon sokat hagynak is, így eldöntetlenül állnak, és eléggé lerobbantak. Például ezek a Kaposvár belvárosába található épületek, ahol a Máté aztán az osztálytársait fotózta, és valamiféle kis sztorit játszott el, szigorúan fekete-fehérben. Ez is a Bauhausról beszél, de jobban beszél a diáknak, a Máténak a véleményéről az egész Bauhaus építészetről, vagyis hát inkább a betonról. Ha megyünk tovább ebbe a szekcióba, akkor ide ezekhez a nagyon szép, ám de arctalan arcokhoz, portrékhoz érünk. Kovács Domonkosnak a Herbert Bayer híres képe, arcképe, onarcképe volt a kiinduló pontja, amiről már Miki is beszélt ott a fotós szekcióban. Ugye az a fotó, ami egy összemontázsolt a fej, az élő, és különben egy bábú, akinek levágják egy karját, ez igencsak felkavarta a hallgatóimat, mert elég sokszor látunk különböző parafrázisokat ezzel a művel. Ő pedig egyszerűen megkérte megint csak a csoporttársait, osztálytársait, hogy menjenek ki az egyébként nagyon szép udvarunkra, kertünkbe, és ott készítette el a képeket, de pont ugye, ami egy portrénak a lényegét adja, vagy a normális esetben ugye a legfontosabb pontja és punktumja, tehát az arcpont egy ilyen átlátszó, teljesen felolvadóan a környezetével, a háttérrel eltűnik. Így is a gesztusok, a ruhák, a mozdulatok, azok megmaradnak, ők tudják, hogy ki állhat
a portré mögött igazából, de pont az arcnak a leglényegesebb résznek az eltüntetése egy eléggé hosszú vezetne, és egy tágabb problémát így visz tovább egyáltalán, hogy egy portréban mennyire foghatjuk meg az illetőt. Ez egy hosszú videómunka, amit itt egy nagy monitoron mutatunk be, amit Gyenes Zsoltanár úrral készített egy nagy csapatnyi diák, mert hogy ez tényleg egy valami 25 fő vett részt. Ez egy nagyon érdekes kísérlet volt, ami egy egészen nagyszabású, több hónapig tartó munka eredménye, ez a végső 5-6 perces film. Zsolt arra kérte a hallgatókat, hogy első körben a Bauhaus geometrikus formáival, ugye ezek az alapformák, és az a színek színvilággal, tehát sárgák, kékek, pirosak, és persze fehér-feketével kis rövid animációkat készítsenek, amivel aztán kivonultak a művészeti karba éjszaka este, különböző helyszínekre, lépcsőfordulókba, oszlopos terekbe, tükrös terembe, és ott készítettek több projektorral, filterekkel és anélkül, belelépve, belemászkálva, tehát emberi gesztusokkal megtoldva, vagy anélkül készítettek videófelvételeket, amit aztán így láthatóan összemixelve az eredeti rövid animációkkal, és újabb néhány diák még ahhoz a 10 diákhoz még csatlakozott, akik pedig ketten írták a zenét, készítették a zenét hozzá, és egy ilyen kvázi összművészeti munka született, ami részleteiben is nagyon izgalmas, mert hát az mindig izgalmas, amikor egy térbe kivetítünk egy alapvetően sík monitoron látható videót, valami olyan többlettartalmat kaphat, úgy megindul, átalakít, és utána pedig, ha felgyújtjuk a villanyt, lekapcsoljuk a gépeket, akkor meg csodálkozunk, hogy egy ilyen üres, egyébként ez egy lépcsőforduló volt, tehát nem egy különösebben izgalmas szürke-fehér tér. És hogy milyen mágikusan be lehet ezt lakni, például itt ebben az esetben Bauhaus motivumokkal. Még egy kicsit maradjunk a Bauhausnál és a Bauhaus ihlette munkáknál. Cseke Fruzsinának a munkája, ha minden igaz, mindjárt indul egy GIF, tehát ezt sem készítették volna valószínűleg a Bauhausban. Marianne Brandt, akinek ugye fémes formatervező tanulmányokat folytatott, de azon kívül fotótanulmányokat Moholinál, az ő kedvenc mesterénél, és különösen ismert, és ez nagyon jól feldolgozott az ő kollázs készítő munkássága. És Fruzsinát az egyik ihlette önarcképe ihlette meg. Tehát Fruzsina is először összerakta ezek a printek, számítógépes grafikák összekészítette, hogy ha ő egy önarcképet készít, akkor mi a számára fontos kis szlövegek, szlogenek, eszközök, azért egy szem nélküli, szemtelen önarckép is bekerült a kollázsba, és aztán ezeket a különböző képeket mixelte egy kvázi mozgó képben, ami aztán végül is mindig összeáll egy bizonyos kollázsá. Ami még érdekes lehet a Bauhausban, az, amikor a diákokat arra kértük, hogy akkor most beszéljük meg, hogy miért volt fontos a Bauhaus 1920-ba, 25-be, 30-ba, és aztán beszéljük meg, hogy ezek a dolgok, ezek a kérdések, ezek a problematikák, amiket akkor felvetettek, na ezekkel vajon ma mi van. És a következő rész az egy kicsit erről szól. Egyrészt először is itt van a kiállítás meghívója és egyáltalán címlaplányunk, Szarka Szira, akinek az egyik munkáját választottuk a meghívóhoz is. Ennek a feladatnak azt a címet adtam, hogy a dolgok, és utalván egy Georges Perec francia írónak egy novellájára, ami a 60-as évek elején a túlfogyasztásról, egy ilyen bizonyos konzumtársadalomról szól, egy fiatal pár életén keresztül, akiknek láthatóan semmi más érték nem számít az életben, mint hogy bizonyos státuszszimbólumokat, bizonyos tárgyakat, bizonyos életszínvonalat, eszközöket, életvitelt elérjenek. És ezt egy picit, és a szöveg maga Georges Perecre jellemzően egy kvázi lista és felsorolás nagyon sok esetben a narratív szál mellett, ahogy felsorolja, hogy milyen eszközöket, milyen bútorokat, milyen könyveket vásárolnak, nem a beltartalmuk miatt, hanem mert annak meg kell lenni egy ilyen szinten vagy pozícióban élő embernek. És ugyanígy egy listát kértem, hogy a diákok készítsenek egy listát. Ugye a Bauhaus egyik nagy alapvetése volt, hogy szeretett volna, hogyha bármilyen réteg számára dizájnos,
ergonomikus, tehát jól használható, és mégis szép, és nem annyira drága, tehát nem egyedi, hanem kis szériás vagy tömegtermelés által megvalósítható tárgyakat gyárthat. Hát, hogy ez ebből mennyi valósult meg, azt azért így nehéz azt mondani, hogy mind a hármat. Egyrészt ezek az eszközök, tárgyak, kannák, bútorok már akkor is viszonylag drágák voltak, tehát egy középosztály is a felett lehetett megvenni, és hát ha gondolunk az általuk épített villákra mondjuk, vagy a Bauhaus építészek, vagy akár Corbusiernek a különböző svájci tavak mentén fölépített gyönyörű villáira, ez valóban nem azért az elérhető volt a mindennapi embernek. És amikor arról beszéltünk, hogy mi maradt ebből, mi valósult meg egy mai társadalomban, a hallgatók hazamentek, és elkezdték kinyitogatni a szüleik házába a szekrényeket. Óriási gyűjteményét találták kacatoknak, már nem használt, de még egyébként pár éves, tehát használható tárgyaknak, annak a sok műanyagnak, értéktelen műanyagnak, amit felhalmoztak ők, vagy a szüleik, amiket használunk, amik nem szépek, de valahogy már hozzájuk szoktunk. És például Berényi Sándor egy ilyen a maga donk színészi képességeit is beleadva, egy ilyen furcsa Don Quixote hőst fabrikált magából. Egyszerűen csak vette az elmúlt 5-6 évben kiszuperált mobiltelefonokat, klaviatúrákat, egereket, elromlott ilyen kütyüket, kábeleket, ezt mind magára ragasztotta egy ilyen jó vastag barna ragasztószalaggal, és még néhány ezt az eldobható, elvihető kávéspohár, tehát amiket csak így hétköznap az ember begyűjt magának, tehát ezekkel a tárgyakkal. Azért az ő ugye festőszakos, tehát az attribútuma a feje tetején azért ott látható, a néhány ecset is ezzel a ronda barna ragasztóval azért hozzá van a fejéhez illesztve. Egy másik fajta furcsa gyűjtés és csendéletfotók Király Áginak a fotói, aki miután az életük nagy részét ezek a hallgatók ugye a kollégiumba töltik, és egy kollégium soha nem híres, legalábbis Magyarországon arról, hogy a legdizájnosabb bútorokkal és eszközökkel lenne berendezve, azon kívül ugye a hallgatóknak azért általában nem áll töménytelen pénz a berendezkedésre. Ő amit ott talált, egyszerűbb, meg kevésbé egyszerű tárgyakból készített, nagyon megkökkentő, nagyon furcsa csendéleteket, amely egyébként, ahol 2-3 ember lakik egy szobában, el tudom képzelni, hogy ilyen váratlan csendéletek állnak össze mondjuk egy asztalon, mert egy helység, amit többen használnak, ott mindig akadnak ilyen furcsaságok, és egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű háttér előtt ezeket a bizonyos furcsa jeleneteket vagy helyzeteket fotózta ő le, amin aztán úgy elgondolkozhatunk, hogy ez most tényleg egy vacsora, vagy csak véletlenül került oda a gyertya a tányérra. Ha megyünk tovább ide a képeslap tartóhoz, legyen még erről szó, mert ez továbbra is a mai használatos eszközeinkről van itt szó. Egy mondat erejéig hagyj térjek vissza azért a Bauhausra és Oskar Schlemmerre, így mutatom, hogyha valaki kicsit részt vett a Bauhaus évben, akkor biztos ismerős neki. Ugye Oskar Schlemmer kitalálta ezeket a nagyon-nagyon furcsa lerajzolta, és ugye fényképeken ismerjük is ezeket a nagyon furcsa jelmezeket a darabjaihoz. Ezt egy hallgató ma így illusztrátorban ilyen kis helyes alakos képeslapokká változtatta. De amit szeretnék főleg mutatni, az pedig egy nagyon furcsa 3D-s munka, megint csak ez a dolgokról és a fura eszközökről. Az egyik hallgatónk úgy gondolta, hogy tulajdonképpen leegyszerűsíti az életet, és ilyen egyszerű, de nagyszerű, némileg használhatatlan, de mégis nagyon fontosnak kinéző eszközöket gyárt. Itt például ugye egy tévénézős, filmnézős, Netflixes estének a feltétlen kelléke, egy távirányító és a beleépített kanalat látjuk. De van itt ám az álmos reggeleknek egy teljesen fontos alkatrésze, amikor a kávés bögre és a első cigihez a öngyújtó tartó így szervesül, hogy így ne is kelljen keresni az embernek a zsebébe.
Visszamegy a szó, ezekről a furcsa szürrealisztikus dolgokról egyébként még eszembe jutott először Kepes György neve, aki azt hiszem, hogy anno a mi gimnáziumi tankönyvünkben is benne volt, Mozgó fényrotor című munkájával. Egyébként valamennyire egy ilyen személyes kötődésem az, hogy nekem a gimnáziumban nem volt a diák igazolványomon igazi a nevem, én Kepes Györgynek hívtam magamat, hogy Kepes György címére küldjék el a büntetéseket a BKV-tól, hogyha netán véletlenül nem vettem bérletet. Tehát, hogy Kepes György a számomra egy ilyen ikon. Egyébként például 46-ban Moholy Nagy László is, tehát ugye ez már nem is az a Bauhausos stílus volt, hanem egy ilyen késői Bauhausos érzés. Tehát Moholy Nagy is kísérletezett még akkor is, 46-ban is anyagokkal, például akkor plexiket hajlított hőlégfúvóval, vagy hát valamilyen meleggel. És hogy visszatérjünk erre a részre, Giuseppe Colarusso neve is fölmerült bennem, érdemes utána nézni, ő egy olasz hát média művész, aki hasonló, használhatatlan, furcsa dolgokat mutat be. Na de hogy akkor visszavezünk a nemzetközi filozófiai, nem tudom, tengerekre, ahol én olyan szívesen evickélek, hát felmerül a kérdés, hogy honnan a fenéből jönnek ezek a gesztusok, allűrök, minek hívjuk ezt? Hát ezeket posztmodernnek hívjuk. Na és honnan jön a posztmodern? Hát ez pedig a 60-as évekből egy Jacques Derrida nevű embertől jön, aki kétségbe vonta a modernizmusnak és az avantgárdnak a nagy eredményeit, tehát olyan ez, mint hogyha én most itt magam alatt elvágnám a fát, vagy kivágnám a betont, és elsüllyednék. Tehát, hogy logikai nehézségeket látott meg abban a fajta konstrukcióban, ami létrehozta például a Bauhaust is, és így létrejött a dekonstruktivizmus, aminek például, hát ha ismerős ez a név, hogy Zaha Hadid, vagy Kop Himmelblau, vagy Franco Geri, ezek is például a részei voltak. Később pedig az olaszok egy jelentős részének valahogy egy kicsit elege lett a Bauhausból, de ez nem azt jelenti, hogy ez rossz, hanem hogy lett egy ilyen furcsa második élete ennek a vonulatnak, és például megalakult az Alkímia stúdió, vagy a Memphis Design a 70-es évek közepétől, ugye 80-as évekre jellemző ez. Egy csomó jópofa, nagyon humoros tárgyal, Ettore Szocász neve, vagy Alessi, mint márkanév, hát ha ismerős valakinek. Egyébként pedig, hogy visszatérjünk itt egy pillanatra a Breuer Marcerra, meg az ő székére, hogy a Knoll az árulja. Tehát a Knoll design is van, ez azt hiszem, hogy ugyanúgy 30-as, 40-es évek óta árulja az ő székét. Én még visszatérek a mai tárgyakhoz, még nem megyünk Breuer Marcelhez. Egy fotósorozat, ami szintén a helyi gagyit dolgozza fel. Domokos felfedezte a barátnőjék házába, ha jól emlékszem, és remélem most nem beszélem itt ki a titkaikat. Tehát, hogy a barátnője szülei láthatóan nem tudnak megválni a tárgyaiktól. Így módon Domonkosnak lehetősége nyílt, hogy vagy 7 televíziót, komplett hifi tornyokat, vasalókat, több darabot, és mindenféle VHS lejátszó magnót, és olyan tárgyakat, amiket ma már nem is tudnánk hogy használni, vagy mihez kötni, vagy félig meddig működnek, vagy már egyáltalán nem, de valamiféle furcsa padláson őrizve vannak ezek a tárgyak, és ő ezekből készített csendéletfotókat, ami ugye csendéletet általában valamiféle nagyon szép tárgyakról gondosan, mívesen összeszoktunk készíteni. Hát itt nem ez történt, hanem egy kicsit egy ilyen ócskasága, hogy majd így lassan el tudom képzelni, hogy 10-20 év múlva már így az egész kezd leülepedni, és minden megrozsdásodik, és valahogy felére összemegy. De addig, mint egy ilyen élő mementója
itt marad az elmúlt 20 évnek, és annál is rosszabb ezt látni, hogy valószínűleg még azt a hifi tornyot, vagy ezt a televíziót még 10-15 éven át nyugodtan használták, és most már azért a tervezett elévülés korszakában elképzelhető, hogy ez így körülbelül 5 évre van tervezve, és utána az ember nem tud mit csinálni, beheti a következőt. És akkor térjünk vissza egy picit még a kiinduló pontunkhoz. Először is itt még egy futós szekcióról néhány szót. Ez is egy olyan feladat volt, ahol Molnár Ági arra kérte a hallgatóit, hogy azokról a társadalmi, tehát hogy mik voltak a problémák, miről beszéltek először, vagy nem először, de nyíltan, vagy harcosan a Bauhaus idején, azok a fiatal művészek. Ő is arra kérte a hallgatóit, hogy olyan társadalmi problémákat vizuálisan fogalmazzanak meg. Ugye egy művész dolga sohasem az, hogy didaktikusan, egyszerűen igen-nem, fekete-fehér válaszokat adjon, de hogy egyáltalán már problémákat felmutasson, és valamit vizuálisan kifejezzen természetesen, hogy azért ő ebbe hol áll ebbe a problémába, az abszolút lehetséges. Tehát láthatunk itt ilyen nagyon magányos, furcsa, egyedüli, társtalan jeleneteket, vagy olyan fotósorozatot, ami teljesen rákérdez a mai ugye, szociális médiával és egyáltalán minden reklámmal átitatott és megfeleléskényszerrel átitatott világunkba a nemi szerepekre, vagy a tökéletességre való törekvésre, és hogy egyáltalán ennek van-e szerepe, vagy hogy tehet ez tönkre életeket. Egy ilyen izgalmas időkapszuláig, ahol effektíve jég. Tehát, hogy mit raknánk el ma, vagy mi az, ami fontos, vagy ami a túléléshez kell, ezeket a tárgyakat így fogalmazta meg ez a hallgató, hogy mind jégbe merevedve itt hagyta nekünk. És akkor még a végén térjünk vissza egy pár szó erejéig a Bauhaushoz. Itt a monitorokon látható képek, vagy például ez a grafikai sorozat, ami itt a szürkéjével teljesen beleilleszkedik a szürke háttérben. Kovács Maja munkája, aki a híres neves Bauhaus logóval kezdett játszani, és hol néha az az érzésem, hogy olyan, mint egy ilyen hússzeletelő, vagy kenyérszeletelő gép, vagy valami furcsa, levegőben úszó, széteső tárgy, tehát valami meghatározhatatlan szerepű, de valamilyen funkcióval biztos bíró tárgyá alakította át. Még egy animáció, ugye Hans Herbert Bayerről volt már szó, ugye az a híres neves önportréja, a levágó, az önmagát késsel levágó, karját levágó nackép a tükörben. Király Áginak ez az animációja ezt a jelenetet dolgozza föl, amikor egy ilyen anatómiai csontvásszerű alak valahogy fut a saját végzete elől, és a véres kés is feltűnik. Ezt is nagyon szerettem kifejezetten ebben a feladatban és ebben a fél évben, hogy a hallgatók olyan munkákat készítettek, amiket különben nem annyira szoktak, mert egy sokkal szorosabb tanmenet szerint. Például egy mozgóképes hallgatónak több filmet kell, több videót kell csinálnia, de itt most lehetősége volt, hogy animációba kipróbálja magát. Vagy akár rajzórákon, vagy rajzórák helyett is installációkat építettek az aulába, sok kicsi dominó nagyságú fa lemezkével, ilyen képzeletbeli Bauhaus geometrikus alapú városokat építettek föl a hallgatók, ami azért is volt különösen vidám dolog, mert hogy ez ugye egy szabad téren, köztéren az aulánkban állt, tehát minden egyes délután, aki arra járt, egy kicsit átépíthette ezt a képzeletbeli Bauhaus várost. Egy másik munka, ami szintén egy kicsit ilyen műfajrombolás, de mindenképpen a hallgatónak valószínűleg nagy örömet okozott. Egy Kandinsky kép, ha megnézzünk ugye egy ekkorszakbeli Kandinsky képet, azon nagyon-nagyon sok, mára már azt mondanánk, Bauhausos forma, tehát ezek a geometrikus alapformák, négyzetek, téglalapok, háromszögek, körök, és sok-sok vonal, és ez a nagyon lebutított vagy leredukált színvilág, ami jellemző. És hogyha nézzünk egy ilyen képet, aminek szinte néha nincs is középpontja, úgy kiállt azért, hogy ezt meganimáljuk, úgyhogy Roland meg is animálta, és egy ilyen
kis csendes zenével belenézett a mélyére, gyakorlatilag összerakja a szemünk előtt a különböző részeit a képnek, és aztán az egész összeálljon egy nagy festményi. Valahogy így gondolom azt, hogy ahogy hozzányúltak a Bauhaushoz a mai diákok, az néha szemtelen, néha egy kicsit így fricskákkal teli, de mindenképpen egy kedves közelítéssel, és hát kíméletlenül, mert a fiatalok kíméletlenek, tehát ami nekik ebből fontos, vagy ami használható, vagy amit így ebből szeretnek, azt végül is arról beszélnek. És hát akkor mivel mással, mint Köves Ádámnak egy Bauhaushoz készített kvázi trélere, vagy lehetne ez egy filmbe vezetője is, ami a Bauhaus szót, és a mi dátumunkat írja ki, természetesen szigorúan Bauhaus alapszínekkel és az univerzál betűtípusra. És akkor, hogyha már Bauhaus és Herbert Bayer, akkor talán ővele fejezhetjük be, itt az utolsó tablóhoz érve. Egyrészt a Swiss Design Schoolhoz is köthető átlós kompozíciót tudom itt utólag igazolni. Másrészt az, hogy milyen érdekes az, amikor valaki ezt a hűvösséget használja, tehát csak kettő szint, vöröset és feketét. Egyébként én ezt azt hiszem, hogy én is bele vagyok szeretve ebbe a két színbe, mint grafikus. Nem tudom, hogy azért, mert a Bauhaus is ezekbe van beleszeretve, vagy hogy ez itt a vörös négyzettel, vagy valamiféle ilyen idézőben vallási dologgal van összefüggésben. Herbert Bayernak a tipográfiai műve eleve marha izgalmas, de például az is egy ilyen érdekes dolog, hogy ami ide van írva, hogy miért kellene nekünk kis és nagybetűket használni, tehát hogy egy olyan szituációban, amikor az embereknek lehetősége van arra, hogy végre valamit nagyon megváltoztassanak, gyökeresen, akkor akár ilyen dolgokba is belenyúlhatnak. Ez a fajta változtatási óhaj, ez nyilván, hogy is mondjam, a nagy, mély társadalmi változásokra is utal, de azt is mondhatnánk, hogy például érdekes, hogy a designboom.com, ami az egyik leghíresebb, legjobb ilyen design, portás design weboldal, csak kisbetűt használ. Tehát, hogy csak kisbetűt használni, az menő, dizájnos. Vagy ezzel zárnánk a mondani valónkat, vagy azzal, hogy most szerintem, de ez már félig-meddig szubjektív dolog, a Bauhaus után valószínűleg ez a társadalmi felelősségvállalás ügy lesz a fontos, ahogyan Anna tanítványa például ugye a padláson talált dolgokat fölhavozva találta, és számára ez a fajta újdonsült káosz volt valami, ami őt a Bauhausra emlékeztette. Hát erről ugye az jut eszembe, hogy a funkcióját vesztett tárgy a szoborrá válik. Itt valószínű, hogy tudunk egyfajta határt húzni, hogy meddig tart az a fajta modern érzés, amikor a Bauhaus vagy ehhez hasonló dolgok tervezése a fontos, és honnantól van az, amikor hát arra kell figyelnünk, hogy úgy általában az emberiség milyen fajta lábnyomot hagy. Nekem azt hiszem, hogy több mondani valóm nincsen. Nem tudom, hogy Annának van-e. Nem, köszönjük szépen a figyelmet, és akkor reméljük, hogy nem voltunk olyan unalmasak, mint a mostanában a kényszerűségből számtalan konferencia, online konferencia, hanem egy kicsit sikerült mindenkit feliszkedni a Bauhaus irányába, és nem különben a Lipl-Rónai Művészeti Kar diákjainak tehetsége iránt. Köszönjük a figyelmet, minden jót kívánunk!